A Magyar Diáspor Szövetség a társadalmi felelősségvállalás jegyében szeptemberben indította el Egy cipőben járunk elnevezési programját. Ismert embereket, sportolókat, színészeket, zenészeket, valamint sportegyesületeket, szervezeteket kértek meg arra, hogy ajánljanak fel egy pár sportcipőt hátrányos helyzetű gyerekek számára. A gyűjtés november végén fejeződött be, a szervezők minden megyében egy iskolába juttatják el az adományokat. Közel 600 pár cipő jött össze, a kollégák most december elejétől karácsonyig minden iskolába, megyénként egy iskolába eljutatják a cipőket. Gyakorlatilag három dolgot vettünk figyelembe, a diákolimpián való szereplés, aktivitás, a hátrányos helyzet, illetve a netfit eredményeknek a mérése, tehát ebből a hármasból jött ki egy metszet, és így jutottunk el ide Kántor Jánosiba is. Kántor Jánosiban 19 gyerek vehetett át egy-egy pár sportcipőt a Diásport Szövetség akciójának köszönhetően. Bízunk benne, hogy azért egy kicsi motivációt jelent majd minden gyereknek, aki most kapott egy-egy cipőt, akár a sport terén, akár a tanulás terén, akár pedig csak a saját kis komfortérzetük terén is, hiszen valóban olyan hátrányos helyzetű gyerekek kapták most ezeket a cipőket, akiknek talán nem túlságosan könnyű megteremteni azt a lehetőséget, hogy olyan felszerelésben lépjenek be egy tornaterembe, amiben ők szeretnének, és azt hiszem, hogy ebben mindenképpen most tudtunk segíteni. A Kántor Jánosi Móra Ferenc általános iskolába 180 gyerek jár. A diákok szívesen töltik sportolással is az idejüket. Országos megyei versenyekre sajnos nem tudunk gyerekeket delegálni, de a környező települések sportversenyei nagyon szívesen részt veszünk, és ez bevált gyakorlat a társintézmények között, illetve a gyerekek szakköri keretekben, sportfoglalkozásokkor használják a tornatermünket, és nagyon szívesen sportolnak és vesznek részt különböző sporteseményeken. Az intézmény vezető elmondta, az alsó tagozatosok között a játékos sportverseny a legnépszerűbb, a felső tagozatos fiúk pedig a futballt részesítik előnyben.